Köszöntöm Önöket! Tűzöredából, ahol is a Molliga Bronx párnak harmadik mérkőzésére kerül ma sor. Ahol is a hallgatói HSC kicsit kapott a hátsinó, vagy nem tud fogadja. És amely találkozunk, ha ma mennyi győzelem születne, akkor az véget érne párharc, hiszen a három győzelem is tartó párharcba kezdtünk, mivel a vezet összesítésben a hátsinó, vagy nem tud kapott a mérkőzés játékvezető Valenti Laszkán, Vanabíró, Mihály Bukic és Alexander Bukic. Hát is a kadőznek szerintet hozzuk, még a vendégeknek ilyen kovál lesz. Na nézzük a Molliga. Ez a karcsdöntő, most is a kárszak. El is hozzák a vendégek. Kovács urám, törre be, urám mellé. Itt lesz meg a búr és búrga. Már az utat pakkal. Mihály Ede. Daniel Tranka. Offside! Leszállás. Ugye túl a vendég harmad elől. Szaló alpá, pak. Balda. Nagyon tilos szaga van, de elég kinta boton, kinta. Na Dubec, pap. Szaló alpá, kiugor, szaló alpá, egyedül. Kihagyja Kovázó. Másik Dubec, Veszkár játékvezetővel. Ugye, ha majd hal és győzel, akkor van a negyedik mérkőzés. Ha a vendég győzel, akkor pedig győz a párnát. Hát, kúsza. Belőtt köröm. Bece Tihan még, Bece Kovács. Ugye, a Csíkszeredának még nyert mérkőzés, hogy sincs a play-offba. De hazajött ugye az öbbetésikért az utolsó hazai meccsért ugye Novák szalomban. Kinta, Adorján, Alessit, Weissmann, Robert Kalina. Majd a Egyeste Pánkba, ami mindig ott van, hozzuk. A korongot birtokolhatja a hazai kapus. Azt amikor egy többi cím előtt megtalálta az első armad, megint a hazai tudatot a kérhetnál. Jó, Inter, Reibár, Kozik, Hildebrand. Bece, lesz. Rosszul vette át a korongot, Bece Tihamért. Itt az, hogy sorokat láthatják. Mi cselekatuk majd is az útfüggelmért. Minka, Maxal, Marekacsal, Reibár, Kozik. Pedig a rendés összetétel. Ezt mondja javaslató a képe, nyújtjuk van. Peter Plusza, részvényes szerek a plusz. Köszönöm, Kulunka, Reinbar, Václav, Marek Václav, Hildebrand, Fülcsabolcs, Hildebrand, Fülcs, Fülcs, Hildebrand gól! Veletek hallani, hogy ők góllal! Na nézzük! Előtte, most is a védő rosszul ért hozzá, bizony. Még az erősen védő, bocsánat, hanem Marian Reibár az egyik legnagyobb csatár. Hát a Hildebrand Szabolcs jött a külön farvén, és akkor nagyon 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 Molnár. Na, nézzük a legfogja. Tuhovszki, Tepesi, Stefánká. Unák. Húga, Borsz. Unák. Urám. Kozu. Time, time! Kap. Aztán Novák. Adolján lesz. Jettelt az első adott fel is korábbi Hildebrand Szabolcs golyával a néhány ugye egy gyöngol volt. Vezetnek a hazért ugye égkörben nincsen gólt a kérdéért. Hanem ugye az a játékos kapján gól volt, aki a ellenkérdéseket a bütőjára hozzájött a korok. Kalina.
Egyfán Kozik. Mert Fotiben Reinbár öngóval lett volna, egy Fotiben sem lennénk. Ugyan tudban még kívül. Ebben is ilyen rosszul lehet, mert egy őt is volt. Igen, első meccsen, mind a két meccs volt. Weissmann, közük. Felülnek. Na, nincs kiállítás. Kicsúsztak. Jó, az vendélyek, Palasic. Az egy Stefánkat. Erik Weissmann. Mindig ott van. Kozik. Weissmann, kicsinkot, vissza kell menni. Kovál, ott meg így, állj, csinba, tekintálni, ne szepesi. Ondrej Stefánka, Ondrej Stefánka. Végy Kozik, nézd, megint Kozik. 6 perc. Ez a Farkas Tamás egy napkiat láthatjuk. Csalapály, Góga. Kozuk, Bogaik, Valint Attila, Moldován Erdőn, Kozuk, Kovál, bocsánat, és itt a másik oldalon van, 5 percen belül, Kuhovszki, Dubec, Kuhovszki, Ruzicka, Kraus, mellé lőtte, Kuhovszki, Ruzicka el is mellé, most Valint, Csalóarpár, Szepesi, Dubec, Kraus, Moldován. Lesz. Rosszabb, Suska. Rosszabb. Bizonyú, hogy közül. Tudom már a közelébe legyen szoktán, tagadik a szemszámítja között. A hazai hálóért. Gotov, Linka, Kusa, Linka, Kasla, Linka, Reinbár. Gól! Marian Reinbár, jóvá tett a Reinbár, de mekkora góllal! Atya úristen! Ütemtelen a kék vonalra, bum! Hát ez Kozsuk nagyon szépen benézte. Egyenlítenek a... Tor für Mannheim, erzielt durch Nummer 7, Byron Ritchie, assist durch Nummer 9 und durch Nummer 99. Molnár. Kihályára, és ebben a pillanatban véget ért a versenyben. Egy harmadik játékot követően a Molliga rosszpárhatszának harmadik összecsapásán HSC-t hittelek, a HSC-nek az Ampi 1-1. Havasszonyon kicsit a második játékot.